Gyere, Miki Bakker! Itt van egy egykilós gyrosz! Nem mondod! Gyorsan, foglalj helyet! Már hogy érzed magad ezen a napon? Hát főleg ja, ezzel a bankóval. Jó, ja, hogy te is Roki vagy? Én is Roki. Micsoda véletlen! Kigáncsoltam és elvettem tőle amúgy. Figyelj, légy szíves, csinálj már úgy, mint az MC-st, hogy utcán ordibáljál már Trágár dolgot. De miért? Nem. Hát szevasztok, hello! Ismét itt van Rokkant Miklós. Viszont most elviszlek titeket Görögországba. A Greeks nevezetű Kirosz Gyrosz. Szóval véletlenül sem gyrosz. Amúgy, de ezt ma meg fogjuk tudni, hogy miért. Nagyon kis érdekes sztorikat hallottunk innen, úgyhogy be fogunk ide orientálódni, illetve van itt egy állítólag több mint egy kilós gyrosz, amit megkockáztatom, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható legkomolyabb gyrosz a városba. De amúgy tényleg lehet Istvánsz, hogy ez lehet, hogy a város legnagyobb gyrosza? Ezt lehet mondani? Hát én másról nem nagyon hallottam. Én sem szóval... nagyon hallottam. Ha tudtok olyat, ahol van még ekkora gyrosz, akkor írjátok meg. De egyelőre én ezt az egyet tudom. Viszont menjünk és ismerkedjünk meg a helyjel. Ők még nem tudják, hogy itt egy nagy görög félisten fog belépni most ebbe a helybe. Achilleus személy szerint. Úgyhogy mehetünk is. Hajrá, go! Lehet itt valamit enni? Természetesen. Na hát itt vagyunk a helynek a tulajdonosával, üzemeltetőjével. Hello! Sziasztok! Giovanc és Georgios vagyok, Jorgos. Még egyszer? Giovanc és Georgios, Jorgosnak hívnak. Jorgos, Jorgos. Mit kell tudni itt a helyről? Mióta vagytok? 2 éve nyitottunk, autentikus görög gyroszt készítünk. Pita kenyérből, ami Görögországból érkezik, a fűszereink Görögországból érkeznek. Szóval ez teljesen autentikus görög gyroszt. Abszolút, 110%. Szóval, hogyha most ezt megesszük, és valamelyik kommentelő azt írja, hogy ez nem is igazi gyrosz, akkor azt akkor törölhetjük is. Abszolút. És honnan jött az, hogy honnan jött ez a kilós gyrosz? De amúgy látom, hogy a nem kilós is, az jó meg van pakolva. Igen. Az nem sajnáljátok itt az adagot? Nem sajnáljátok. Nem méricskéljük az adagokat, úgyhogy már mindenhol kapható gigaméretű hamburger, meg 1 kilós, 5 kilós hamburger, és úgy voltam vele, hogyha már hamburgerből csinálnak óriást, akkor miért ne csinálhatnék gyroszból is óriást. Hát ez jogos, ez teljesen jogos amúgy. Csípőszószatok van? Igen. És csíp? Csíp. Nagyon? Csíp. Igen. Tényleg? Igen. Az saját egyébként? Igen, a por igen. Tényleg? Igen. Sütik azok nagyon érdekelnek, mert igen. Mondtad, hogy az is ilyen, hát házi, meg hogy igen, a mama, igen. Tényleg beszáll a mama sütésbe? Így van, 2 darab süteményünk van, van a galaktoburekunk, ami egy vaníliás tejpite tojásférje habjával, azt itt készítik a fiúk, az unokatestvérem, aki szintén görög, és van egy grizes süteményünk, aminek a neve Ravani, őt a nagymamám szokta készíteni. Azt a rohadt, ez annyira tetszik nekem amúgy. Ezt a nagy gyroszt amúgy viszik? Hála vagy Istennek, minden? Lekopogom, igen. Igen? Igen. És akkor azt azért megeszik így lazán, vagy azért, aki mondjuk itt fogyassza, mit szoktatok látni, hogy megeszik azért? Hát ez egyébként testalkattól függ, van akinek beletörik ez a csalóka, mert amúgy én láttam olyan ilyen embereket, akik úgy engem leesznek simán keresztbe. 80%-ban egyébként meg szokták enni, tehát azért... Akkor az igazából kihívásnak annyira... Küszködve, de megeszik. Hát én kíváncsi vagyok most. Akkor mi ebből szeretnénk kérni 2, mert azt mondta is nagyon, hogy betol egyet. És akkor ez a normál pita? Igen, ő a normál sima gyrosz pitánk, és már is mutatott nektek egy 26 centiset. Jó, oké. Okay. Azt a 26 négyzetméter. Azt a mindenit. És egyébként akkor a pita az is teljesen autentikus görög? Ez Görögországból jön, ez nem Magyarországon. De ez érdekes, hogy ez ilyen vastag, hogy nem az a vékony tortilla ez jellegű. Ez nem tortilla, ez pita kenyér. Múltkor is kirobbant egy vita gyroszos videóm alatt, hogy én azt mondtam, hogy a cacikibe szerintem nem való a kapor, és hát ott nagyon sokan írták, hogy így, meg úgy, meg lári-fári, úgyhogy most megkérdezem a szakértőt, hogy nálatok Görögországban raknak kaprot a cacikibe? Raknak is, és nem is, mivel ez tájegységenként változik. Szóval akkor nem lehet mondani azt fixen, hogy a caciki, az igazi görög caciki az ez, pont. Ilyen nem, nincs. Ez abszolút szóval tájegységenként változik teljesen. Nálatok, valahol nem. Tesznek bele, valahol nem. Azon a részen, ahonnan te jössz, ott nem raktok. Ott nem. És ti se raktok. Nem. Ezt már szeretem. Úgyhogy Bandi, kap be! Miért hozta engem ide a salátákat? Hát, hogy igazából csak, hogy elmagyarázom nektek, hogy Görögországban csípősen nem eszünk, pikánsan eszünk.
tehát a hivatalos piros csípőszószt, azt csak itt készítjük. Ez az igényeknek? Tehát, igen, az igényeknek így alakították ki nyilván. Eredetileg nincsen csípőszósz. Eredetileg csípőszósz nincs a gyroszba, pikáns fetakrémmel kenik meg. És ez az? Ez az, igen. Ez csípős fetakrém, hegyes erős paprika van benne, és gyakorlatilag ettől lesz pikáns. Hogyha kim valaki szeretne csípősen enni, akkor pikáns fetakrémmel kenik meg a pitát. Vannak olyan helyek, ahol a turisták... Ja, a turisták miatt természetesen van. De tényleg bemész ott egy... Igen, egy helyi gyroszhozba, ahol csak a családhoz, akik van. Készítenek gyroszt, akkor azok... Ők náluk csípős, vagy piros csípős szósz nem kapsz. Azt a... Nekem is a gyrosz az, hogy... Ugye gyrosz, hús, caciki, saláta és csípős szósz. Ugye ez az én fejemben is ezt jelenti a gyrosz. De ugye mondtál egy olyat, hogy valahol nem is cacikivel eszik? Így van. Valahol mustár és ketchup kombinációjával készíti. Így van, és hogyha tzatzikit szeretnél bele, az egy plusz feltét. Ilyen megfoghatatlan dolog kezd lenni az, hogy gyrosz, nem? Mert hát mindenkinek ez más jelent. Ez egy nagyon nagy harc itthon egyébként a gyroszról alkotott kép. Meg ugye van görög gyrosz, van török, nem? Ők is csinálnak. Meg egyébként sok keleti országban van ez a gyrosz jellegű. Hát a savarma, pontosan igen, az elnevezéseket nem tudom. Akik fölhúzzák, és akkor úgy az a... Igen, tudom. Mi annak a neve? Kebab. Kebab. Ja. Kebab. Ugye? Gyrosznak a jelentése. Így van. Az a forgás, ugye ezt így van. Megbeszéltük, hogy onnan kapnak. Maga az a szó, hogy gyro, az azt jelenti, hogy forog. Mint például gyroszkó. Így van. Az is valami forgó dolog, ennyit tudok. És ez mi? Koktélszósz, őt a halas pitához szoktunk csinálni, mert van kalamáris pitánk, illetve van garnélás pitánk. Nem csak gyrosz a fő profilunk, hanem görög street food ételeket készítünk. Van szuvlakink is, ami csirkemelből van, gyakorlatilag ez föl van húzva pálcára, és a roslapon sütjük meg. Jó, mondjuk azt láttam egyébként az oldalon, hogy több kaja is van, nem csak gyrosz, csak most így elgondolkodtam, hogy vajon mennyi minden fér belém. Egyébként a húsfűszerezés az teljes titok, az ilyen íze, ugye? Hát az így. Azt nem lehet elmondani. Arra táblára mi van írva? Hansu Picapius Demboris, hogyha valaki azt mondja neked, hogy nem tudod, mondd neki, hogy nézz ide, hogy megtanulod, hogy megtanítsam neked. Ó, ez ilyen bölcsesség, de jó. És majd mivel kérsz rá csípőset, azt majd nem kérsz. Én kérek rá, igen. Te kérsz rá csípőset, István? Lehet, ja. Igen? Akkor mi nem vagyunk autentikusak annyira. Megeszed amúgy ezt, tényleg? Letolod? Oda-vissza. Alulról, fölülről? Alulról. Ez a micsoda? Milyenek a neve? Ő a szuvlaki. Szuvlaki? Szuvlaki, igen. Csirkemel nyársa. Marha jó. Bazzek, úgy összefolyt a nyál a számba. Szagoljátok meg. Megnézzük. Azért van tényleg súlya, hallod? Hát egy kilós, mondták. Várj, nem, orvos azt mondta, hogy nem emelhetek a lábam miatt, úgyhogy te fogod felhozni. Ez már, tudod, 20 kiló fölött nem emelhetek. Igen. Vagy alatt, vagy mi? Na, no, mi? Nem bírja ki. Nem, az nem fog fölérni a lépcsőn. Hát akkor itt van velem István, most látjátok teljesen megnyugodva, mármint, hogy itt ül. Ülő hallom az állapotban. Persze, extázisban vagyok. Te mit mondasz, hogy le fogod tolni? Megpróbálok, megmérkőzök vele. Ilyes vagy? Igen. Mind a kettőn kapott görög nevet, amikor beléptünk ide. Elmondjuk igen. Azt, hogy én Achilleuszt kaptam, te pedig Farbatoszt. Így, igen. Fura. És az édesapámat úgy hívtak, hogy erdőbe kulász. Erdőbe kulász. Így. Szóval a lényeg az, hogy szerintem kezdjük el, és nézzük meg, hogy be tudjuk-e pusztítani ezt a hatalmas nagy dolgot. És hogy hát teszteljük, hogy megkaptunk egy csomó sütit amúgy, szóval itt vannak a sütik, ez mind egyébként itt készült, otthon készült a mama által, ez pedig Görögországból hozzák. Úgyhogy ezeket is megfogy. Úgyhogy ne lakjál jól, ne lakjál jól, mert ezeket meg lehet tesztelni. Hát megtesztelni kóstolásra azért szerintem... Arra hagysz. Hagyok. Meg ízlét, figyelj, kaptunk görög üdítőket. Ez egy narancs, ilyen narancsos üdítő. Szerintem ezt így toljuk be, nem? Olyan, mint a Fanta, csak nem olyan? Csak nem. Olyan. Hát azt mondják, hogy igazi narancsból volt. Igazi izének, görögöknek való? Görög félisteneknek való? Persze, igen. Egyébként nagyon hasonlít a Fantára. Valahogy ez ilyen nem bántóan savas. Ilyen nagyon kellemesen savas. Igen, tényleg jó?
Jó itt vagy a gyerekek, nézzük meg, hogy le tudjuk-e tolni. Jó itt vagy. Egészség. Pótpupi. Vagy mi? Kamupupi? Nem, gonosz pótpupi. Gonosz pótpupi. Igen. Ó, várjál. Én ezt úgy fogom csinálni, én harapom. Igen. Autentikus módon. Ó, mondjuk a krumpli miatt, már a krumplit lekotrom róla. Hát, ezt nem tudom arra, dehogy nem. Meg kell próbálnom. Nem, vagy ne legyen nevem, Achilleus. De jó. Wow. Wow. Átvált a villára. Mondtam. Hú, ez rohadt jó. Random tények a gyroszról, amiket ma tudtunk meg. Az igazi, eredeti gyrosz, tudjátok milyen húsból van? Sárkány hús. Sertésből, gyerekek. Bezony. Dagadóból. Mondjuk... Ez jó hangzik amúgy. Igen, tényleg, én is makostanom. Mi kértünk rá csipőt, már nem vagyunk körögök. Kivéve ő, mert ugye farkatosz. Amúgy zavar, hogy így rossz tollak. Nem, engem. Á, imádom. Kupa. Ez a tacik, hogy mennyire krémes, hallom. Igen. Úristen. Tudjátok, mi érdekes, hogy a hús, az meg nincs agyon fűszerezve, hanem ja. Egyszerűen csak itt tök jól kiérzed azt, hogy ez csirkéből van, de én nem tudom, nem érzem azt, hogy itt nagyon tolakodó fűszerek, sőt, nem sem tudnám mondani, mit érzek benne, milyen fűszer. Te meg tudnád mondani, csak a húst most tolod meg? De nagyon nem jó. Nem tudom, de nagyon jó. Szóval meg kell kérdezni, hogy esküszöm. Remélem álmodja. Nekem annyira tetszik, hogy tényleg görög így minden, tudod, hogy ja. Nem csak így rá van mondva, hogy görög, hanem hogy tényleg görög. Rendesen sztorikat mondja. Nekem ott amúgy szobrom is van Görögországban. Igen? Mondtam, persze. Ne csinálj. A Zeus, úgy hívnak ott. Aha. Aha. Egója amúgy nagyobb, mint ez a gyrosz, csak mondom. Egyébként neked a gyrosz, az hol áll a... Így a street food ét... street food értékrendedben. Hányadik helyen van? Hamburger, gyrosz és pizza. Azt imádom még benne, hogy nem érzem, hogy ízét eszek, tudod? Ilyen junk foodot. Ja, ja. Ha nem az van, mint aluljáróban, amikor hogy megfogod azt a betekert gyroszt, és akkor megeszed, és tudod, hogy ettél valami nagyon rossz. Igen, igen. Amit a szervezeted nem igazán akar. Itt meg lehet, hogy tényleg csak így a körítés miatt, hogy ilyen görög, meg ilyenek, de tényleg azt érzem, hogy valami kultúrát, ételt fogyasztok, tudod? Igen. Ezt is el akartam mondani, mert nagyon sokan kötözködnek ez miatt, hogy azért üres, mert egyébként abban az időpontban jöttünk, hogy pont nyitáskor jöttünk, és lent a pultnál, mert ez egy kétszintes, lent a pultnál ott már olyan tömeg van, hogy gyakorlatilag nem lehet bejönni egyébként az üzletbe, mert szokták mondani, hogy jaj, nincs ott senki, látszik, hogy mennyire nem megy a hely, de amúgy ez megy. Ez megy. Én nem értem a krumplit, mert én mindig azt értem a krumplit, hogy ugye ez egy köret. Uh-huh. És hogy ha pitább, mert mindig kérdezik általában ugye ezeken a kis minden sarki gyroszozó, amik rengeteg van az országban, hogy de pitába kérsz, vagy tálat kérsz? Ja, ja. Ha tálat kérsz, van krumpli, ha pitába, nincs igen. Krumpli. Általában ezt szokott lenni a díl. Vagy külön kérhetsz, igen. Itt meg gyakorlatilag ebben az óriási pitába még bele van rakva egy fél kiló krumpli. Ja. Most már szerintem össze tudom fogni. Most, hogy már felét megettem, van még itt egy ekkora bitabazeg. Ezt szoktam mindig mondani, hogy én meg a krumpli amúgy nem vagyunk jóba. Ja. Az nem változott meg, meg most nem. Tudom, mi jellemző ezt a gyrosz? Hogy ilyen letisztult, hogy nincs semmi tolakodó, szóval nem oregánós, nem kaprós, hogy ugyan. Nincs semmi olyan íz, ami így arcon ver, és így tolakszik, hogy én vagyok az, ja. Hanem így elveszik benne minden, és annyira jó, hogy ez a krémesség. Még ez a pita is olyan vastag, puha, annyira jó omlós az a pita, hallott, hogy nem az a kemény, mert ettem olyat, ami olyan volt, mint a kifli csücsökje. Ez meg annyira finom, puha. Tényleg, mint egy frissen sült kenyér.
Engem mondjuk ezt kultúráltan csak villával lehet fogyasztani. Nem csak, hogy én nem vagyok kultúrált ember. Most tartok egy normál gyrosznál. Hogyha bármilyen random gyroszozóba kérsz egy normál gyroszt pitába, akkor nagyjából ezt kapod így. Tudom, miért tudom ilyen nagy lendülettel kajálni? Na. Mert közben nézem a sütét, és annyira jól néz ki, hogy eszem, és akkor érzem, hogy amúgy már így kezdek jól lakni, akkor megérzem, hogy de ott vár a süti. Életedben gondolom ettél már pár gyroszt. Ja. Látszik rajta. Nem tudom, látszik rajta, igen. Hogy értékelnéd ezt a gyroszt így? Hát ez szerintem a legjobb gyroszt, amit eddig vala ettem. Csak mondom. Csak mondom. Csak jó mondom. A gyrosz élményeim közül nekem is a topba biztos, hogy benne van. Mm-hmm. Na jöhetnek a sütik. Szia. Ezt már szeretem. Eljutottunk végre a desszertet. Félszem, akkor kóstoljuk meg ezt, amire azt mondták, hogy ez így sütik és most lett kész. Ez egy ilyen tojás, habos. Igazából egy ilyen mágia rakásra hajaz ránézésre, de hát nyilván nem. Ú, ez a teteje, ez a tojásom, ez... Na menj már! Ez nagyon jó. Ú, de nagyon fahéjas. De maga ez a... Nem tudom, ez mi ez a tészta része, mert egyébként ez is ilyen nagyon fahéjas, cukros, édes. Ezek egy más világ, baszki. Ú, Isten, ez nagyon finom. A 80 éves mama süti egyébként ezt a... Hát akkor átengeded nekem a... Hoppá, ez annyira omlós ez a tészta, mert... Nagyon omlós. Több napig egyébként... Miben? Mézben? Mézes... Mézes teljes valami zébe. Valami nem, mézes nem dolog nem van. Teljes, hanem, valami cukros lébe áztatják napokig egyébként a tésztáját. Igen? Baszki. Ez olyan, mint valami kicsit egy teljes pite feelingje van. Azért a mama tud valami gyerekre. Én már tudom, hogy te honnan származol. Na. Görögország melyik részen van. Na. Tajéget azt rogetsz. Na nézzük meg azt, amit ők is rendelnek. Viszont autentikus, eredeti görög desszertről van szó. Az pedig ez itt ez. Na, akkor kóstolj meg a görög pitét. És ez jó, mert ez ilyen ropogós tészta egyébként, mint olyan, mint egy almás pite különben, nem? Pudingos. Uh-huh. Ennek egy pudingos krémje van. Uh-huh. Ez is finom különben. Ez egy olyan, mint egy almás pite pudinggal. Aha. Tényleg. Tudod, hogy van görögül, hogy nagyon szeretem? Na. Én sem tudom, ezért kérdeztem tőled. Nekem a pite jött be a legjobban. Ez utolsó? Aha. Tényleg? Aha. Nekem egyébként a mama, meg ez. A mama főztje. A mama főztje. Volt régen az a reklámtól. Ja, mint egy gyerek vagy, jaj, hogy tudnád már? De akkor nem is esettünk le egy időben a Tajgetoszról, nem? Igen? Jó. Én már gyerek voltam ott, tudod, mert megtanultam túlélni. Ledobott gyerekeket ettem. Nem én akartam kimondani. Örülök, hogy te mondtad ki a kamerát. Bár valószínűleg ki lesz vágva. Nem vágom. Jó. A gyerekek, amúgy komolyan mondanék valami rosszat, de nem tudok. Keresem, miből lehetne belekötni. Belé. Én azért István bántom amúgy, igen. Mert másban nem tudok belekötni. De tényleg, ez jó az meg. Egyszerűen ez nagyon jó. Igazán jó, autentikus görög ételt akartok, én szerintem itt nem fogtok csalódni. Bár nincs sok tapasztalatom, szóval én úgy mondom ezeket, hogy bár voltam Görögországban. Ott születtél ember. Hát figyelj, ez lett volna szerintem a Krix. Krix. Amire itt tudtam meg egyébként, hogy mondom, miért GRKS? Hát mert Krix. Görögök. Azt jelenti meg, hogy görögök. Tényleg? És én ezt nem vágtam le amúgy. Fúra nem vágtam, le vágtam? Én igen. Annyira egyértelmű voltam. Tényleg? Igen. Szerintem ez egy nagyon jó kis kaland volt. Bizony. István, köszönöm, hogy elkösörtél engem. Köszönöm, hogy hívtál. Hát legközelebb nem foglak, abban biztos lehet. Nekem ez a régóta terve volt, és tök örülök, hogy végre el tudtam jönni. Baleset,
betegség, tényleg minden az meg már a nem tudom hány csapás van a Bibliában? Nem, nem tudom, de nagyon jó haladok amúgy. Az összes. Szedem össze a csapásokat. Amúgy kíváncsi vagyok, hogyha valaki eljön és megeszi, akkor jelöljetek be fotón, és akkor belájkolom. Jó. Ennyit tudok hozzáfűzni. Te mondasz valamit? Szeretlek. Köszönöm. Tartsatok velünk a következő részben is. Amúgy tudom, mi történt a papíba valójában? Nem. Ledobtam a tajgat azra. Köszönöm, hogy itt voltatok, és tartsatok velünk legközelebb is, mint mondtam. Heó, 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 sziasztok! Remélem tudtunk segíteni. Bizony. Ja, meg hát ízzék, elfelejtettem. Hát vegyetek már szószt. Te. Szószt. Hát lehet, hogy görögöt nem használnak csiliszószt, de igen, úgyhogy vásárolni. Bizony.